ideiglenes gazdik vagytok. Hogy jött ez az egész? Én nagyon régóta szerettem volna már saját kutyát, és Lizivel, a mostani kutyusommal is így ideiglenes befogadóként indultam, de annyira megszerettem őt, és annyira egymásra találtunk, hogy végül is nálam maradt. És én úgy éreztem, hogy én egy olyan kincset kaptam, hogy szeretnék valamit visszaadni, és szeretnék más kutyusokon is segíteni. Fú, nekem nagyon-nagyon hiányzott a kutyázás. Van családi kutyusunk, aki több mint 10 éve él velünk, és nálunk született, és egy csodálatos történet, de hogy őt ilyen idős korában már nem akartuk kirángatni a megszokott közegéből. És hát én meg ugye beköltöztem a városba, és nagyon-nagyon-nagyon hiányzik. Azért sokan tudják is, hogy egy kutya mennyi szeretetet tud adni számomra, ez a legcsodálatosabb az egészben. Szóval, hogy vannak ilyen mindennapi bosszúságok, és van olyan, hogy mint egyébként szinte minden kapcsolatban az életben, minden élethelyzetben, hogy aznap én is ballábbal kellek fel, meg a kutya is, és akkor egyszerűen nem találjuk a hangot, és egyébként utána lesz egy szuper hetünk, de hogy ez van, és ezek az apró bosszúságok előfordulnak, engem ez sokkal kevésbé billent ki, meg ez nekem nem ez jelenti a nagyobb teret. Én személyesen a legnagyobb nehézségnek a kutyás társadalomnak azt a részét érzem, aki nem tartja be mondjuk az alapszabályokat, aki úgy mondjuk egy tüzelőszokát bevisz a futiba, mert ő úgy érzi, hogy ezt megteheti, aki nem tudja leolvasni arról a kutyáról, akivel én sétálok, hogy mondjuk lehet, hogy nem kellene most hozzánk jönni, és belemászik az arcomba, tehát nekem az emberekkel van a problémám, ami szinte akarok lenni. Hogyha egy ilyen 5 pontba összeszedhetünk azt, hogy mit jelent a felelős kutyatartás, ami mondjuk nehéz itt pontokba szedni, de hogy úgy csak azért, hogy egy kompakt képet adjunk a leendő gazdiknak, akkor mi lenne szerintetek ez az 5 pont? Nyilvánvalóan a legtriviálisabb, ami mindenkinek egyből eszébe jut, az, hogy pénz meg legyen, költségek, költségháttér meg legyen. Ezen kívül. Hát említettük, hogy a döntésekben innentől kezdve a kutyus belevonni egyrészt, tehát, hogy alkalmazkodnunk kell ahhoz, hogy hogyan tudunk menni nyaralni, és akkor, amikor mi szeretnénk, vagy akkor, amikor megoldott az, hogy a kutyáknak legyen helye, de hogy az alkalmazkodás ugye napi szinten is megjelenik abban, hogy reggel igen, annyi korábban kell, akkor is, hogyha tökre nincs hozzá kedvem, mert meg kell legyen az a séta. Talán azt mondhatnánk, hogy mindenképpen hangsúlyt kell helyezni arra is, hogy a kutyusunkat is tanítsuk, és nekünk is nagyon sok mindent meg kell tanulni a kutyatartással kapcsolatban. Ezt megfogalmazhatjuk úgy, hogy tudjuk fegyelmezni a kutyát, ehhez ugye nekünk is fel kell készülnünk, és a kutyus is ezáltal tanul, mert ezáltal lesz egyébként egy boldog és kiegyensúlyozott kutya. Mit sírsz? Gondolatok vannak, srácok? A felelős kutyatartásnak például egy tök jó pontja az, hogy türelem. Igen. Talán egy negyedik pontnak ezt is hozhatjuk, hogy türelmet gyakorolni, és mindig azzal a gondolattal lenni, hogy ő egy kutya, tehát hogy ő nem érti azt, hogy nekünk most rossz napunk volt, mert nem tudom, mert kaptunk egy plusz feladatot a melóhelyen, vagy azért összevesztünk a párunkkal, stb. Tehát hogy ő ezt nem tudja, ő neki megvannak a kis igényei, és igenis azt nekünk mint felelős kutyatartó kötelességünk teljesíteni, tehát talán türelem. Igen, akkor azt gondolom, hogy ennek van egy másik oldala is, hogyha még ehhez hozzátehetek, hogy akkor is, amikor esetleg a kutyának van rossz napja, és amikor aznap, hogyha megkukulok, sem akar hallgatni rám, és nem akar velem együtt dolgozni, és nem figyel rám, és hisztériás, és tényleg, tehát egész egyszerűen ez, hogy rossz napja van, és ballábbal fáj fel, vagy aznap fáj a hasa, és ezt nem veszed észre, vagy egész egyszerűen neki is beborul a kedve attól, hogy hirtelen lett hideg, és nem bírja azt, hogy 15 fokos hőmérséklet különbség van. Ez ugye idén ősszel előfordult, voltak ilyen napok. Nem. Ez előfordul, és hogy ez is benne van a papírban, hogy az nem lesz kooperatív, és akkor sem számhat el az ember agya, és azt is, azt mondod is, hogy így kell csinálni. Kialakulhatnak mindenféle viselkedési problémák, vagy rossz szokások, és ilyenkor nagyon fontos az, hogy ne az legyen az embernek a gondolata, hogy
ezt nem tudja megoldani, hogy nem tudom, ez a kutya elromlott. Visszavinni a telepre, hogyha egész extrémitásokban akarunk menni, ez is előfordul, sajnos látunk ilyet. Szóval én azt hangsúlyoznám, hogy amikor nem adjuk fel az első problémánál, tehát hogy azzal is egyébként... Igen. És leegyszerűsítve, hogyha nagyon szépen tudja, hogy kell ülni, amit a gazdinak kell megtanulni, hogy én hogyan kérjem tőle úgy, hogy akarjon teljesíteni az én kérésemre. És akkor ezt rá lehet vetíteni gyakorlatilag bármilyen viselkedési helyzetre. Utolsó pontnak talán az ivartalanításról. Mindenképpen. Én azt gondolom, hogy szerencsére most már abszolút van az a rétege is a gazdiknak, aki abszolút felismeri ennek a fontosságát, de hogy mind a mai napig találkozni olyan tévhitekkel, meg elképzelésekkel, hogy ez esetleg nem jó a kutyának, hogy ő majd szomorú lesz, hogy akkor elvettük tőle a férfiasságát, ez konkrétan kifejezés, amit többször szoktam hallani. Hogy azért egy kutya nem így működik, és nem, hogy nem lesz tőle semmi hátránya, de hogy meg lehet neki úszni azokat a kényelmetlen időszakokat, amikor nem tudja, hogy miért és mi történik vele, de marhára hagyják a hormonai. Igen, és ez a legkevesebb, tehát hogy igen, neki hosszú távon az egészsége javát is szolgálja, és akkor ugye a legkézenfekvőbb szempont pedig az, hogy annyi sok kis kutya születik Magyarországon, akiknek nincs helye, akikkel nem tud mit kezdeni, sem a gazdájuk, sem a rendszer, igen. Tényleg az állatmentők, állatvédők maxon dolgoznak. A fölött annyi valamennyivel csak lehet. Tehát, hogy, és akkor egyébként ezt látom, hogy nagyon sokszor meg vannak sértve emberek, hogy a kidobott kutyát látnak, és nem válaszolt az akármelyik menhely a levelünkre, azért, mert mindenki annyit tesz, amennyit tud, és még annál többet. Pont egyébként a napokban beszélgettem egy gazdijelöltel telefonon, akinek nyilvánvalóan szerelmen a kis a border collie, és hogy mondta, hogy ő olvadozik, hogyha collie lát közelről, és ez az álma, ez a vágya. Van egy fiatal kislánya, van egy családja, munkája, rohangászik egész nap. Ő felmérte szépen, hogy nem való neki. És ő nagyon reméli, hogy majd egyszer lesz olyan kutya az életének, amikor több időt tud... Igen. Amikor minden egyes percben simogathatja, igen. Mert ögdösni fogja különben. Igen. Kicsibe betétve. De hogy ő szerintem az abszolút tökéletes pozitív példa, hogy van egy vágya, felmérte, hogy ez mivel jár, és felmérte azt, hogy a mostani életében nem passzol bele. És fognak kutyust magukhoz venni, és meg fogják adni annak a kutyusnak azt, amire szüksége van, de hogy biztos, hogy egy kisebb energia igényű, mozgásigényű, kevésbé aktív kutyus fognak magukhoz venni, mert ez az, ami passzol. És szerintem ez egy felelősségteljes döntés.